Európa legnagyobb afrikai elefántbikája 2 éves távollét után tért vissza családjához Nyíregyházára, ahol korábban 2 borja is született. Az Európai Fajmegőrzési Program keretében szervezett bázeli kirándulás azonban sikertelennek bizonyult, Jack ugyanis hűséges maradt nyíregyházi párjához, Kwanza elefánthoz. A 3 méter magas, 5 tonna súlyú állat jól viselte az utazást, az érkezés pillanatai pedig igazán érzelmesre sikerültek. Szívszorító élmény volt, mikor az 5 tonnás állat megérkezett hozzánk. Először egy konténerben volt, és egy picike kis ajtót nyitottak meg a számára, ahol az ormánya fért ki. Addig izgett, mozgott a kamion folyamatosan, viszont ahogy az ormányát kidugta, megfogta az ormányával a gondozójának a kezét, és beleszippantott, onnantól kezdve teljesen lenyugodott az állat. Kinyitottuk a kamiont, és besétált minden probléma nélkül. Igazából az egész szállítás 1,5 órát tartott, az egész kipakolási rész, úgyhogy még az állatszállító cég is, aki rengeteg elefántot vitt már Európa több országába és állatkertjébe, nagyon meg volt elégedve. Az elefántok a világ legintelligensebb állatai közé tartoznak, ezért nem volt kérdés, hogy a 2 éves távollét után megismerik-e egymást a korábban együtt tartott ormányosok. Jack azzal a nem titkolt szándékkal érkezett Nyíregyházára, hogy újabb utódai születhessenek. Hatalmas büszkeségünk, hogy 2 év után visszatért hozzánk Európa legnagyobb afrikai elefántbikája, Jack. Nem először jön hozzánk, hiszen 2011-ben már itt lakott, sőt, kétszeres apuka, hiszen 2015-ben és 2018-ban világra jöttek a borjai. Most pedig azon a nem titkolt szándékkal érkezett újra hozzánk, hogy újra tenyészbikai feladatait ellássa. Nagyon különleges, hogy afrikai és ázsiai elefántokkal is találkozhatnak a látogatók a Nyíregyházi Állatparkban, hiszen Európában összesen 4 helyen lehet mindkét fajt egyszerre megtekinteni. Ázsiai elefántból egy idősebb nőstény csapatot mutatunk be, Jótki Jászmin és Tányát lehet megtekinteni. Ők egy társas kifutóban élnek indiai antilopokkal. Itt az afrikai kontinenset bemutató régióban pedig Jack az elefántbika, mellette 2 tenyésznőstény látható, Kwanza és Buba, és 2 itt született borjú, úgyhogy most már 5 tagú lett az afrikai elefánt csapat az elefántbika érkeztével. Jó idő esetén napközben az elefánt családot saját kifutójukban nézhetik meg a látogatók.